Szerencsváros napja alkalmából kísérő programként valósulhatott meg az egy önfeled délután nyugdíjasoknak című rendezvény Szerencsen a Rákóczi Vál lovaktermében április 18-án. Zöld Ildikó köszöntette a megjelenteket, Szerencsváros önkormányzata, valamint a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár nevében, majd beszédében kiemelte, hogy a rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósulhatott meg. Ezt követően jó szórakozást kívánt a megjelenteknek, majd felkérte Újvári Marikát, hogy tartsa meg színvonalas műsorát. Újvári Marika énekhangjával kápráztatta el a közönséget. A program folytatásaként április 19-én a Rejtvényfejtők nemzetközi találkozója valósulhatott meg Szerencsen, a Rákóczi Várban. A rendezvényen Mezei Marianna köszöntötte a megjelenteket, majd beszédében kiemelte, hogy hagyományokat örökítenek, és megmutatják, hogy mivel lehet hasznosan eltölteni a szabadidőt. Ezt követően kellemes kikapcsolódást kívánt a jelenlévőknek. Skorvány József, a Szerencsi Logi Klub elnöke ismertette a Rejtvényfejtő Klub megalakulását a jelenlévőkkel és az ország verseny kategóriáit is a résztvevőkkel. Az esemény megnyitása után kezdetét vette a rejtvényfejtés. A délután folyamán a rozsnyói Pavla Józsefa Safari Gimnázium kórusa készült zenés műsorral a Szerencsi lakosságnak. A rendezvényen Nyéri Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd beszédében kiemelte, hogy egyhetes rendezvénnyel készülnek arra, hogy méltóképpen fejet hajtsanak őseink előtt. Mezei Marianna kiemelte, hogy Szerencsváros napja alkalmából újabb köszöntővel készültek, hiszen Szerencs köszönti Rozsnyót. Dr. Korondi Klára előadásában hallhatták a jelenlévők a Szerencs éneke című verset, amely hivatott köszönteni a város nevében a testvértelepülést. Ezt követően zenés produkciókat hallhattak a résztvevők a rozsnyói gyermekektől. Előadás után Lesó Jenőnél lánykori nevén Szilágyi Anna egykori Szerencsi lakos Goblin munkáiból készült kiállítást tekinthettek meg a résztvevők. Szintén a Városnapja programsorozata keretein belül valósulhatott meg az Ovi Sportnap Szerencsen a Kulcsár Anita Városi Sportcsarnokban április 21-én. A rendezvényen Rábainé Véga net szervező köszöntötte a megjelenteket, majd beszédében kiemelte, hogy második alkalommal sikerült életre hívniuk ezt az eseményt. Az idei megmérettetésre a Bekecsi Lurkóház óvoda, a Mádi Napközi Otthonos óvoda és bölcsöde, a Rátkai Gyermekekért óvoda, valamint a Szerencsi óvoda és bölcsöde fogadta el meghívásukat, hangsúlyozta a szervező. Nyíri Tibor polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy örömmel álltak a kezdeményezés mellé, és remélik, hogy ezáltal kisgyermekkorban már kialakul az egészséges életmódra, a testmozgásra és a családdal közösen versenyre való igény. Végezetül sportszerű versenyzést kívánt az ovisoknak Nyíri Tibor.
Ezt követően Kon Zsófia országgyűlési képviselő, miniszterhelyettes ünnepi gondolataiban kiemelte, hogy tavaly is nagyon jól sikerült ez a rendezvény, és reméli, hogy idén is jó hangulatban fogják eltölteni a gyermekek a délutánt. Az ovisoknak jó kikapcsolódást kívánt, a szülőkkel együtt és örömét fejezte ki a képviselő, hogy több településről érkeztek versenyzők. Rábai Bence pedagógus ismertette a verseny menetét, majd Erdélyi Klára bölcsödei vezető megtartotta a bemelegítő tornát. Ezt követően kezdetét vette a megmérettetés az óvodások számára. A Városnapja programsorozat utolsó állomásaként a Mozdulj Szerencs közösségi csoport felhívására szervezték az idén második alkalommal futóverseny Szerencsen április 23-án. A rendezvényen Nyíri Tibor köszöntötte a megjelenteket, majd örömét fejezte ki, hogy népszerűbb lett az esemény, hiszen idén többen jelentkeztek, mint az előző éven. A polgármester kitartást kívánt a versenyen résztvevőknek, és megköszönte Rábainé Vég Anett ötletgazdának, szervezőnek a munkáját. Ez a második napi futóverseny kerül megrendezésre a mai napon. A Városnapi rendezvénysorozat záró részeként, és tavaly, amikor először megrendeztük, nagyon szerettük volna, hogyha végre Szerencs rendez egy futóversenyt, és akkor még az esős idő egy kicsit közbeszólt, tehát ott közel 100-120-130 fő volt, de most már úgy tudom, hogy lassan már 200 főt is lassan meg fogjuk haladni, és nagyon örülök neki, hogy ennyien eljöttek. Itt külön köszönet az önkormányzatnak, hogy lehetővé tette, hogy megrendezzük ezt a sportrendezvényt, és azoknak a szülőknek, akiket tényleg mindig tudtunk mozgósítani, és nem elég hangsúlyoznom azt, hogy vannak olyan szülők, akik tényleg ezt hivatásunknak, vagy visszatérést érnek arra, hogy mindig elhozzák a gyermekeiket, és segítsenek az ilyen sportversenyben. És természetesen külön köszönet a segítőinek, mert azok nélkül viszont nem jöhetett volna létre, és nagyon sokan vagyunk sportolók, akik ezt segítették. A tavalyihoz képest annyit változtunk, hogy Katona Krisztina tanárnő és Tóth Alex tanár úr javaslatára 12 kilométert is, mert sokan mondták a felnőttek, hogy gyönyörű helyen tényleg kirajzolták a pályát, de ők még többet szeretnének, mint a tavalyi 5 kilométer. Ezért természetesen megrendezzük az 5 kilométeres és a 12 kilométeres távot is, de legelőször az óvodások kezdenek, természetesen őket nem hagyhatjuk ki, nagyon aranyosak, nagyon cukik, ők egy kört fognak itt a várkerten belül futni, az 500 méter, és utána indul be sorrendbe az 5 kilométer és a 12 kilométer, és utána fognak indulni az alsósok egy körrel, tehát körülbelül az 1200 méter, és utána pedig a felső tagozat és a gimnázium középiskolások, ők pedig két kört 2300 métert fognak futni. Hát én meglepődtem, hogy igen, ez nagyon fontos, hogy kedvezünk a szerencsieknek és a szakosztályosoknak, tehát a szerencsi lakosoknak természetesen ingyenes, sőt a Szerencs VSS szakosztályosan, bármelyhol legyen a Szerencs vonzás körzetében, őnekik is ingyenes lesz a verseny. És nagyon sok vidéki is, most ahogy láttam, már Budapestről érkeztek, Szeglédről, Szegedről, tehát nagyon sokan itt a futóbarátok eljöttek és elfogadták a meghívásunkat. A nevezés az előnevezéssel is zajlott, de természetesen még tegnap is írtak rám, hogy jöhetnek, mert ők nem neveztek elő, sőt iskolákkal jönnek, Legyesbényi iskola, és tegnap telefonált rám, természetesen jöhettek, tehát előnevezés és helyszíni nevezés is, és nem is számoltunk ennyire, pedig külön korcsoportonként mindenki egy ember volt, és most ér lassan vége a nevezés, nem is gondoltuk volna, hogy eddig el fog húzódni. A díjazás az, hogy ez nagyon lényeges, hogy mindenki nyertesnek érezze magát, mindenki befutók érmet kap és egy emlékoklevelet, tehát minden versenyzőnek jár. Viszont, hogy azért külön díjazzuk és összönözzük az első három helyezettet, ezen kívül az első három helyezett érem, aranyezüst és bronzérmet kap, sőt egy nagyon szép, most először ugye a versenyek történetében egy bögrét, amin a verseny logója van, azt fogják kapni. Az Árpád-hegy fele fognak futni, az már maga csodálatos az a rész, és emelkedőkkel tarkítva bizony. Hál' Isten, most már a sár az nincsen, mert megnézték, kollégák végigmentek a pályán, úgyhogy így nagyon szép környezetben fognak ők futni. Hagyományon szíves, nagyon örülünk, hogy elfogadták a Szerencsi Nordic Walkingosok is a meghívást, tehát tavaly pólót kaptak, Nordic botot, és most úgy örültünk, mikor szintén megjelentek, és jöttek a hölgyek ismét sétálni. Tehát ők a 2 kilométeres távot nordikozva fogják végigmenni, ezzel is gondolva az idősebb korosztályra is. A megnyitót követően kezdetét vette a bemelegítés, hiszen az izmokat is fel kellett készíteni a megmérettetésre. Akik nem végeznek bemelegítést, az edzések során azoknál fennáll a veszélye a sérülésnek. A versenyen elsőként az ovi korcsoport mérte össze gyorsaságát 500 méteren, majd az alsó tagozat 1 kilométeren, a felső tagozat 2 kilométeren, a középiskola és a felnőtt korcsoport 2 kilométeren, a nyílt korcsoport 5 és 12 méteren
versenyzett. A 12 km távra jelentkezőknek az Árpád-hegy kihívásaival kellett szembenézniük. A verseny alkalmával megvalósult még egy jótékonysági esemény is, hiszen a jelenlévőknek lehetőségük volt támogatni adományaikkal a Szerencsi Kóborkák Állatvédő Alapítványt. Minden résztvevő érmet és emléklapot kapott, de az első három helyezett nemenként és korcsoportonként további ajándékokban részesült. A versenyre több mint 200-an neveztek és teljesítették valamelyik távot.